Ferenc pápa hétfőn az apostoli palota Klementermében fogadta a 13. Leó által alapított, ma nagy szemináriumként működő pápai kollégium közösségét. A szemináristák gyalog érkeztek Anagniból Rómába. Ez a zarándoklat képzésük útvonalának jelképe. Nem egy mesterségre, egy vállalat vagy egy bürokratikus szervezet hivatalnokainak készültök, mondta az egyházfő. Jézus a jó pásztor képéhez hasonló papokká váltok, hogy olyanok legyetek, mint ő, hogy legeltessétek nyáját. Ferenc pápa jó tanácsokkal látta el a szemináristákat a hit hirdetéséről, valamint az irgalmasságról. A Szent Atya azt tanácsolta a fiatal szemináristáknak, ha nem készek követni ezt az utat, akkor jobb, ha veszik a bátorságot és más utat keresnek. Az egyházban számos mód van a keresztény tanúságtételre. Krisztus követésében nincs hely a középszerűségre, amely mindig oda vezet, hogy Isten népét saját célokra használják fel. Gondolkodjatok el a jövőtökről, fogalmazott a Szent Atya.